A várva várt afrikai harcsa megérkezett, jászárok szállásra. Vártuk nagyon, nem csak a harcsát, a jó időt is vártuk, az is megérkezett. Tegnap éjszaka jó nagy vihar volt, árok szálláson. Ma 2023. június 22-e csütörtök van. 11 óra. 22-e, nem 23-a. 22-t mondtam, vagy 23? 23-at mondtam. 22-e legyen akkor. Jó, egy napot visszasztornózunk, Béla bácsi. Jó, csütörtök 11 óra. Kis tóba beletelepítettünk kereken 101 kilót. Szólok Tibinek. A nagy tóról készítünk egy rövid kis videót. Kettesével, hármasával fogjuk majd mérlegelni. Mondom Tibinek, hogy ne is tegyünk bele többet. Béla bácsi kicsit megzavart, mert azt mondta, hogy 23-at mondtam, közben meg 22-ben, de majd a végén vissza nézik a videót. 2 darab, 7.50. Tehát ahogy említettem a bevezetőben, ma csütörtök van, a mai naptól horgászati tilalom van. Egészen június 24-ig szombatig, szombat reggel 5 órától lehet majd horgászni, mind a tagoknak, mind a napjegyes horgászoknak, vagy úgy is mondhatnám, hogy vendéghorgászoknak. 5 órakor egy rövid duda szóval fogjuk jelezni a horgászat kezdetét. Béla bácsi fontos ember, csörög a telefonja. Többen kérdezték, hogy hozunk-e még afrikai harcsát. Szeretnénk több alkalommal hozni. Tehát vagy a jövő héten, vagy a utána való héten. Viszont az az egész a rossz, hogy nem nagyon van már harcsa. Kivitték az országból, főleg Romániába. Kettő helyről lehet beszerezni az afrikai harcsát Magyarországon. Szarvasról és tukáról. Ez jelen pillanatban szarvasról érkezett. 6 kiló. Ez a harcsa. És a következő telepítés, ha lesz, ha rábólint majd a vezetőség, akkor sajnos azok már nem lesznek ilyen nagyok. Kisebbek lesznek ennél. Ezeknek az átlagsúlya, hát az is nagyon szép, ugye Gabi? Mennyi lehet? 4,5? Nagyon szép. 4 kilós átlagsúly szerint. Na, 2 darabnak lenni kell, ha 8 kilónak biztos. 9,30. Hát igen. Az igen, szép, aha. Tehát ahogy mondom, sajnos a következő telepítés az valószínűleg kisebb lesz. De nagyon szeretnénk hozni. Lesz valamennyi ez a méret. Valószínű egy ilyen 2 mázsa, 3 mázsa környékén lesz ilyen méret, a többi meg kisebb lesz. Az igen. Az is szép. Szépen, ad is ez 9 kiló gyerekek a 2. 9,40. Nagyon szép. Az igen. Szép. Mutatom Józsi bácsit is, mert ő meg könyvelni nekünk, hogy hány darab. Józsi bácsi, emelsz fel egy kicsit a fejed. Úgy, úgy. Neki diktáljuk. 2. Aha, jó van, ezt hiányoltam más. Jó van, gyilkozadok. A Dékány Laci barátom megígérte, hogy kijön. De csak ígérte. Aha, jó. Megvadultak a harcsák. Felébredtek. Ugye? 9 kiló biztos, hogy lesz. Húha, 10. 10. Az igen. 5 kiló. 5 kiló per darab. Komoly. Szervusz Sándorom. De kifestetted a bokád? Jó, van most edeni volt. Egy darab kell, Ergabi, óvatosan. Ú, de szépek. Ajjaj. Hát darabszám nem sok lesz így. Körülbelül 550 kiló lesz a tartályba. Kettő tartályba. Aha. 9-60. Én már megkóstoltam. Úgyhogy a következő telepítés valószínű afrikai harcsa lesz. Legalábbis nagyon szeretnénk.
A fülön kellett volna. Á, most mindegy. Nem is nagyon teszünk bele kettőnél többet, mert kiugik. 10,2. Ötös. Nem is baj az, hogy a kisebb lesz ettől következő, én azt mondom, Béle bácsi. Ugye? De annyira. Az van sajnos. Akárhogy nézik azért, ez... Kemény halak lesznek már, csak addig is megy 1600 forint. Kettő. Kilója leszállítva. Meg lehet szorozni jöttel. Azért mondom, hogy 6000 forintos napi jegyel, egy ilyen 5 kilós. 9,90. A frikait elvihet, meg még elvihet. 2 darab pontyot, 3 kiló vegyes halat, igen. Majd mondjam, jövünk a következő telepítésre. Nagyon helyes, hadd jöjjönek. Nagyon szépek a harcsák. Lehet majd velük birkózni szombaton. 2. Ugye, Gabi, lehet majd velük birkózni szombaton? Féderbotot javasolt, te is, nem? 18-as zsinór. Igen, 12-es előkével. Finom felszerelés. 9-6. Spárgával. Tibi, volna tud hozni 3 mázsa kicsit. Milyen kicsit? Béla bácsi már találgatózik, csak hogy tudja elmondjam. Tudom, mert ez a darabszám, ez nagyon kevés lesz, úgyhogy... Napi egyes nem mindegy, hogy más feleset vesz ki, hát az első kötelesség tartani, vagy ezt vesz. Nekem inkább a darabszámmal, ez majd gondolom, hogy nyilván nem lesz 150 darabnál. 6-9. Ezért? Nem lesz számítva. Okos vagy, Béla bácsi. A kicsit hozzad. 24 darab a 24 darab a 100 kiló, majd a kis tóból már beletettünk, most mondja Józsi bácsi. 24 darab a 101 kiló. Annyi van a kis tóba, 24. Zsolti, jönnek a vendégek. Kik jönnek? Jön a család? Aha, na gyertek! Van vadkacsa család, ott ballagnak. Hányan vannak, Béla bácsi? Négyen vannak? Három csapat. Van egy 6-os, plusz az anyja, még van egy 4-es, 9-10. Ó, jönnek a haverok. Még van egy 8-as, de azok még kicsik. Igen? Nagyon helyes. No, figyeljük a harcsákot, mert 7 perc. 7-8 percnél járunk. Ugye most Béla bácsi azt próbálta mondani, hogy ma van csütörtök, hogyha még pénteken esetleg egy szállítmány bevállalnánk harcsájól. Egy ilyen 3 mázsa. Hát majd meg fogjuk beszélni. Mindegy, teljesen mindegy, hogy lesz telepítés még a pénteki napon, vagy nem. Azt tudni, hogy szombaton reggel 5 órától lehet fogni a harcsát. 9,40. Azt a minden. De az egyik az... 6-os. Hát mindegy, megbeszéljük majd, Béla bácsi. Vagy pedig azt mondjuk, hogy most ezzel el leszünk, azt hozunk jövő héten. Rátok bízom. Ne, mert most ezt rakjuk már bele, ugye sem, mert 2 tartályban van most is. Hú, 1 darab, az is van nyilván 4,5 a Gabi. Tényleg rágad. 1 darab, 4, 5, 5. Mennyi? 4,90. Azt a mindegy. Aha. 4,90, 1 darab, írd fel Józsi bács. Ja, akkor még szedek egyet. Hát igen, szépek, na. Jobban örültem volna neki, hogyha következés lett volna 5,5 más ebből a kategóriából, de sajnos nem tudnak kiszolgálni bennünk. 7,80. Ajj, de Fajnó tudja az utat. Aha. Az is nagyon szép. Láttam. Többen majd kérdezni fogják, hogy én is benne levegőztető, afrikai harcsának nem kell levegőztető, csak víz, pici víz, nedves. Meg még az egy? Meg, 5 kg 20 deka az egy darab. 6,50. Júj, júj, júj. Ilyen vállam van egy.
Hát igen. Úgyhogy nem is lesz baj, hogy kettő kisebb lesz a következő, Béla bácsi. De megám. De gyönyörűek, az biztos. Gyönyörűek. Én ég a kettő. Kettő. Tolja a sarra vizet. 7.30. Ezek már ugye majd jönnek fel levegőt venni. Nem baj, három lesz, Tibi. Nem baj. Nem baj, Tibi. Kettő van. Igen, ezek normál. Három. Afrikai harcsát. Általában így nyári időszakban szoktuk telepíteni. Na, normális. Ezek a jó. Igen. 10 fok alatti vizet annyira nem szereti. Nem is díjazza, mert... Na, ilyet hozzá! Itt van. Nem éli túl, sajnos. Ó, na, az, Tibi. Na, egyet. Az 8 kiló. Azt az egyet mérjük meg külön. Ajjaj. Na, az féderbottal a Gabi. 8 kiló. 7 kiló. Szép. 8-25. Nem kell már. Az kantáros hal lesz. Béla bácsi. Az egymagában lesz annyi? Annyi. 8 kiló. De ez még mindig kisebb, mint ami az új adott szét. Jól leválogat. Abban lesz vagy 3 horog, amikor majd kiveszik a vízből? No, az nem fog panaszkodni, hogy minek hoztatok ilyen kis tartsát. Ugye? Arcalmét, hogy alig van a fejünk. Míg a kerékpárra jön fel, rántja a kerékpárt. Kettő. Egész arc, igaz. Biztos. 7 kiló olyan mosolyan. Hát szépek a harcságot, biztos. Nagyon vártuk már, nagyon-nagyon. Nagyon sok telefont kaptam. Nagyon sok üzenetet kaptam, hogy mikor hozzuk. Hát most itt van a harcsa. Hát, hogyha úgy meg kellene állapítani, hogy mennyi a alja, mennyi a teteje, akkor azt mondanám, hogy 3 az alja, 8 a teteje, 8 és fél a teteje. Úgy van. Mit? Minden kiírok. Semmit nem titkolunk. Lali, semmit nem titkolunk. 760. Tökéletes. Úgy is látják a videót. Azért, úgy is látják. Oké, mindenkinek. Aki ért hozzá, az megfogja. Akinek jó különbözőnek, meg még a... Húha, 13 percnél járunk. Már most mindegy. Hát, Tibi, kiszedjük. Le van égve az alja, nagyon kavarja. Le van égve. Várjuk már meg. Még azt is tegyük ma akkor bele, Gabi. Így van csak. Ma akkor ezt beledeztem, és akkor elköszönök. Még egynek lenni kell benne, Tibi, szerintem. Nem, az a kettő. Az a kettő volt? Igen. Jó. Kettő, egyik tartalt. Kivégeztük. 6-10. Teljesen jó. 3 kiló átlag. Hát nem lehet elmondani, hogy le lett válogatva a harcsa. De szépek a harcsák. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Június 24-én szombaton jászárok szállásra, Dolgozók Horgász Egyesületének Peresraposi horgásztavára. Reggel 5 órakor nyomok egy rövid dudaszót. Az azt fogja jelezni, hogy lehet horgászni harcsára. Elképzelhető, ha megjöttek a kisfarkacsák is itt vannak. Elképzelhető, hogy még hozunk vagy holnap, vagy jövő hét, vagy utána való héten még harcsát. Ezt majd a vezetőséggel itt mindjárt megbeszéljük. Mutatom még Józsi bácsit. Integessé, kamerám. Hogy mondod? Mondom, szia, Manci. Azt nem ismerjük, de te biztos ismered. Akkor jó. Azt szoktam mindig ezt nézni, ezt a műsort. Tényleg? Manci. Ja, köszöntél neki? Jó. 14 perc, ennyit még nem is vettem fel, de most ezt szerintem megérdemelte a harcsa. Lassú vagyok. Nem baj, alapjáraton futok. De kis tó benne van 101 kg, 24 darab. Nem sok.
A nagy tóban meg látjuk, körülbelül 550 kiló. Már most mozognak a harcsák, aki kijön, az már most látja, hogy jönnek fel levegőt fenni. Ah, szépen mozognak. Reméljük, hogy minél többen fognak majd szombaton. Ebből a harcsából várunk mindenkit szeretettel, tagjainkat, vendéghorgászokat. A napi jegyeknek az árát meghagytuk 6000 forint, ezért el lehet vinni egy darab harcsát, kettő darab pontyot, 3 kiló vegyes halat. Úgy gondolom, hogy nem sok ilyen horgász víz van, vagy horgász egyeset, ahol 6000 forintért el lehet vinni akár 3 darab halat is. Hát mi ilyenek vagyunk. Én el is köszönök. Szombat reggel 5 óra Duda szó. Legyen itt mindenki, aki szeretne harcsát fogni. Köszönöm szépen a figyelmet. Kaszab Zsolt voltam, a Horgász Egyesület elnöke. Viszlát!